Szerte a világban, ahol magyarok élnek, ott mindenütt megemlékeznek a hősökről. Megemlékeznek arról a napról, amikor egy nemzet azt mondta, az igazságért mindent megtesz. Megtörtént ez 1456-ban Nándorfehérvárnál, 500 évvel később 1956-ban is, majd 50 évvel később 2006-ban is, mondta ünnepi beszédében Szabó Zsolt, fejlesztés és klímapolitikáért, valamint kiemelt közszolgáltatásokért felelős államtitkár, aki azt is hozzátette, 1956 mindmáig azt üzeni, hogy merjünk az igazunkért kiállni. Mi ugyanazok a magyarok vagyunk, akik akkor az utcára vonultak, és azt mondták, hogy az igazságérzetük nem engedi azt, ami addig volt. Én azt javaslom, és azt mondom, hogy amit sugall a mai társadalomnak, hogy ugyanúgy az igazságérzetünk diktálja, hogy meglegyen a szabadságunk. Lőrinciben is hagyott nyomokat az 1956-os forradalom és szabadságharc. Forradalmi szórólapokat sokszorosítottak és terjesztettek itt, ezért az akkori büntetés végrehajtás Lőrinciben is utolérte a forradalmárokat, mondta el Pálinkás Péter alpolgármester. Itt Sejpen ugyanúgy a cukorgyárral összekapcsolható az 56-os forradalom emléke, tehát itt is megélték azokat a dolgokat, már nem olyan mértékben, mint Budapesten, de itt is próbáltak helytállni azok a fiatalok, azok az emberek, akik az 56-os értékeket maguknak vallották. Az ünnepi műsort a Március 15 gimnázium szakképző iskola és kollégium diákjai mutatták be. Ezt követően a helyi intézmények, pártok és szervezetek képviselői helyezték el a megemlékezés koszorúit a település 56-os emlékműve előtt.